Köszönjük szépen. Halt, hogy itt vagyok, érezd a dalt, amit itt hagyok. Ezt énekli Laskai Viktor a Superstereo 10. születésnapjának alkalmából készített új videóklipben, ahol ezúttal Viktor ismét egyedül állt a mikrofon elé. Most megnézzük ezt a klipet, utána pedig beszélgetek Viktorral a 10. évfordulóról. Boldog 10. születésnapot Laskai Viktornak és a Super Stereónak, mert hogy 10 éves a csapat, és hát köszönöm. Most majdnem azt mondtam, hogy rendhagyó módon álltál így egyedül a mikrofon elé, de ugye ez nem teljesen igaz, volt már ilyen, de most azt mondtad, hogy a 10. évforduló alkalmából picit megint így előtérbe tolod magad, és igen, elmondod azt, amit szeretnél, mert hogy ez tőled igazán autentikus. Hát igen, mert igazából ezt a dalt azért írtam meg, hogy összefoglaljam azokat a gondolatokat, amik így megtörténtek velem ez idő alatt, ugyanis ennek a Super Stereo dolognak rengeteg reinkarnációja volt, rengeteg formája volt, rengeteg arca volt, tehát igazából az emberek fejében biztos festettem egy ilyen nagyon-nagyon színes képet, amit nem nagyon tudnak hova tenni, de egyáltalán én annak örülök, hogy ezt a brandet eddig fel tudtam húzni, azért van egy olyan sikeres dalom, sőt több is, aminek nagyon büszke tulajdonosa vagyok, hogyha lehet ilyen egoista szóval élni, de ennek a dalnak viszont azt éreztem, hogy akkor van igazán súlya, és akkor tudom az emberek felé őszintén közölni, ha ezt most nem más szájába adom, hanem ezt most én a saját kis egyszerű módonban megpróbálom prezentálni neki. Tartottál tőle egy picit, vagy úgy nem is biztos, hogy tartottál, de vártad, hogy hogyan fogadják, hogy mennyire találja el a közönségedet? Természetesen. Hát minden egyes dal előtt izgulok, tehát akár amit a Dáviddal készítettem, a Kollány Zsuzsival, a Dérhenivel, a Meszkával, nagyon sok mindenkivel, mindegyik előtt volt bennem druk, és azt vettem észre, hogy igazából most nem volt különbség a druk és druk között. Tehát azt éreztem, hogy nagyon jó volt az a folyamat, hogy egyáltalán meg tudtam írni ezt a dalt, és ez létrejöhetett, és igazából rájöttem arra, hogy nem tudok különbséget tenni abban, hogy ezt a dalt teljes mértékben én írtam, vagy a szövegét valaki írta, tehát ez mindegyik apró kis gyermeke az én kis lelkemnek, szívemnek, és mindegyikért ugyanúgy izgulok. Nyilván azért most egy kicsit más volt a szitu, hogy a teljes arcom, meg én voltam itt a főszereplő, úgymond a dalba, de nagyobb izgalmat nem éreztem, mert úgy voltam vele, hogy akinek ez átjön, annak átjön, akire meg nem hat, arra meg nem. Tehát nem akarok már világot megváltani ilyen téren. Na milyen téren akarsz akkor világot megváltani? Mert azt azért mondtad, hogy itt azért kiemeltél egy fél szóval azért egy dalt, hogy van egy dalom, aztán mondtad, hogy van több. Hát azért a bent a nevedre arra gondolhattál, ami azért eszméletlen számokat hozott. Pont most ránéztem, és 18 millió fölött van a YouTube-on, és ezt nagyon sokat görgették. Mondtad, hogy még ezek után nem tudod, hogy még rappelsz-e meg, hogy most mennyi leszel előtérben, de az biztos, hogy sok tehetséges előadóval, zenésszel szeretnél dolgozni, és többek közt hát ilyen slágereket létrehozni. Figyelj, megmondom őszintén, hogy mindegyik dalt. A bent a neved után egy óriási teher rám szakadt, és szerettem volna mindig ezt a szintet megugrani, aztán rájöttem arra, hogy az én zeném az teljesen más világ, tehát hogy nekem a lelkeimből ezek a kis apró darabok, amik így felszabadulnak, azok vagy nagyon nagyot ütnek, vagy per pillanat még nem ütnek nagyot, de ki tudja, hogy egyszer mi lesz belőle. És egy kicsit most már elengedtem ezt a sikerorientált, hogy csak azért alkossak, hogy megéljem a siker gyümölcsét. Most sokkal inkább arra fókuszálok, hogy megéljem azt, hogy miközben alkotok, az a folyamat mennyi erővel, mennyi kreativitással, mennyi boldogsággal tölt el, és ez most sokkal izgalmasabb számomra, hogy úgy valósítok meg a saját gondolataimat, hogy nem azt tűzöm ki célnak, hogy ebből sikert akarok, hanem magát az utat figyelem, míg ezen megyek, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És ez hát röviden egyáltalán össze lehet foglalni, ez hogyan fogja változtatni, ha már tudod a Super Stereónak a zeneiségét így 10 év után? Ez a fajta szemlélet, amit mondtál. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy szerintem visszatért az igazi Super Stereo szemlélet. Tehát én régen is ilyen elvek alapján, vagy ebben a mentalitásban alkottam. Én igazából annyit szeretnék, hogyha tényleg sikerülne egy kicsit a fókusz jobban arra figyel, vagy fordítani az emberek fejébe, hogy egy kicsit mélyebben is belenéznek a dolgokba, és ne csak az éppen aktuális trendeket figyeljék, akkor szerintem nem lesz semmiféle baj a következendő 10-20-30 évben sem. De hogyha azért nem ugrunk előre 30 évet, akkor mi a következő lépés? A következő lépés az... koncert, akármi. Hát már az is meglepő, hogy szombat este itt tudok lenni, úgyhogy ugyanis minden rendes zenész ilyenkor dolgozik. Én most nem. Ezen szeretnék változtatni a jövőben, és nagyon sok készülő dalom van, és ahogy említettem meg, ahogy ezt így közzétettem, hogy azért a poppos vonalat fogom ugyanúgy képviselni, mint Super Stereo. Tehát jönnek a különleges hangú, érdekes előadók. Egyet el is szeretnék árulni, lesz hamarosan a Fiesztából a Csordás Tibi nevét, hogy említsem meg, vele készítek egy dalt. Ezen kívül még számos meglepetések készülök, de majd remélem, hogy ezzel vissza tudok jönni. De ezeket most ne fedjük fel, Viktor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok!
Hétfő.